No, hát ugye azt mindannyian tudjátok, hogy nem is olyan régen bejelentésre került egy esemény, ami a, hát igazániból nagy-nagy port és érdeklődést kavart, ugye érdeklődés szempontjából nagy port kavart, mindenki kíváncsi rá, hogy milyen is lesz ez az esemény, ez pedig a Budapest Comic Con. És hát szeretnénk egy kicsit információkkal segíteni nektek, hogy miről is van szó, illetve mire is számíthatok majd. Úgyhogy itt van velem Csanda Gergely főszervező, aki a Budapest Comic Con főszervezője. Egy nagy tapsot kérnék szépen neki. Nagyon köszönöm. A taps inkább nektek járna ezért a csodálatos rendezvényért, illetve a gyönyörű jelmezeseknek, akik itt most hamarosan utánam fel fognak lépni, ha jól tudom. És hát akkor én most kérdéseket fogok feltenni neked, hogy ami egy nagyjából mindenki kíváncsi. Úgyhogy foglaljunk is helyet. Oké. Okay. És hát ugye szerintem itt nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy honnan is jött ez az ötlet, a Budapest Comic Con ötlete, és hogy legyen egy ilyen Magyarországon. Ugye, aki ismer minket így a Max-et, az tudja, hogy a Play It Show rendezvényt már 2011 óta szervezzük, és ugye a magának a Play It-eknek is szerves részét képezi a cosplay világa, és az elmúlt két évben a filmes irányban is elmentünk elég rendesen. Ugye hoztunk Trónokharca színészeket, hoztunk a Harry Potterből egy srácot, tehát elkezdtünk ezzel az irányjal foglalkozni, és azt azonban észrevettük így az évek alatt, hogy ez a cosplay, anime, konos világ, hogy úgy mondjam, ez azért a gaming világgal, bár sok a meccés pont, de mégis párhuzamos irányban, párhuzamos életpályán fut. És ezért elkezdtük vizsgálni a külföldi kon rendezvényeket, és nagyon tetszett, amit láttunk. Tehát itt a környező országokban is vannak kiváló konok, de egyébként azt éreztük, hogy itt Magyarországon is elférne egy igazán nagy rendezvény, egy csúcs rendezvény, és ezért vágtunk bele a Budapest Comic Con szervezésébe. És hát ugye azt tudjuk, hogy a Play It Show, illetve hogy a Mondokon az itt lévőknek nem ismeretlen. Miben lesz ez a rendezvény más, vagy akár esetleg egy picit hasonló? Tehát ugye a Mondokon is egy más, a Play It is egy tematika. Hova pozícionálja magát igazándiból a Comic Con? Hát a Budapest Comic Con az már az első évben egy csúcsrendezvény lesz, és mindenben más lesz, mint a felsorolt kettő. A Play It az nyilván a legnagyobb gaming rendezvény Magyarországon, illetve Közép-Kelet-Európában is egy jelentős rendezvényről beszélünk. Örömmel tudom azt is elmondani, hogy bár márciusban kerül bejelentése, de Zágrábban és Ljubljanában is megrendezésre kerül a Play It, illetve tárgyalunk bulgár és görög piaccal is, tehát gyakorlatilag kilépünk így a Magyarországról, és elkezdődik egy ilyen európai körutazás, úgy mondjam, aminek reméljük, hogy nagyon messze lesz még a vége. Tehát mind a mellett, hogy a Play-t mi folyamatosan igyekszünk fejleszteni, mi azért itt ez a gaming rendezvény kategóriába tartjuk. A Budapest Comic Con pedig ugye 90%-ban gyakorlatilag a filmről, a képregényről, a cosplayről, az animéről és az ezekhez tartozó programokról fog szólni. És itt így valóban teljesen más lesz, mint akár a Mondokon, vagy akár a Play-t. És hát ugye nagyon-nagyon sokakat érdekelt még, hogy lesznek-e meghívott színészek, és hogyha lesznek, ugye volt, aki már bejelentésre került, illetve hogy milyen, ha lesznek is színészek, melyik franchise-ból várhatóak, mely sorozatokból? Igen, két színész bejelentettünk tegnap előtt, és nagyon jól fogadta a piac. Ugye egyrésztről Christopher Lambert, aki a Hegylakót testesítette meg, talán ő a legismertebb a kettőjük közül, és egy kultikus figurának tekinthető. És mondhatom, hogy nekem gyerekkori példaképen volt, tehát az első olyan ember volt, akit hosszú hajjal és karddal láttam a televízióban. Úgyhogy az, hogy egy skót szabadságharcos valakinek a példaképe, az szerintem teljes mértékben elfogadható. Úgyhogy nem mondom, hogy ez a gyerekkori álmom teljesült, de mivel elérhető volt, azért elhoztuk. Illetve Anna Schaefer, akit a Vaják Witcher sorozatból hoztunk el. Nem a két legnagyobb névvel kezdtük a bejelentéseket, azt szeretném elmondani. És hát akkor mindenképp várható még ennél nagyobb bejelentés is. Így van, tehát gyakorlatilag folyamatosan, egyrészt folyamatosan tárgyalunk színészekkel, másrészt pedig már be van már tárazva a következő négy színészünk, tehát bizonyos ütemezésben. Akkor ez egy elég szép szám lesz igazándiból, tehát nem csak egy-két színészről beszélünk, hanem egész... Nem.
Mi azért az a tisztán vagyunk, hogy komikon szervezni az felelősség, tehát nem gagyiban fogjuk tolni, és nem fogjuk két névvel kiszúrni a rajongók szemét, de azért nagyon fontos azt is kihangsúlyozni, hogy amellett, hogy híres színészeket és jelenleg is dolgozó színészeket hozunk, és keresünk még most is gőzerővel, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a képregényre is, tehát komoly külföldi rajzolók jönnek, és nem C-kategóriás képregény rajzolók, hanem A és B kategóriás, tehát Marvel képregény rajzolókkal tárgyalunk, és még sorolhatnám, tehát elég komoly. Ez egy egész komoly dolog igazándiból, mert szerintem idehaza nem volt még arra példa, hogy legalábbis az én tudomásom szerint, hogy mondjuk egy Marvel képregény rajzoló eljöjjön ide Magyarországra, és dedikáljon, és... Így van, nem volt rá példa. Mi azon vagyunk, hogy ez meglegyen, és elég komoly nevekkel tárgyalunk, sőt, jövő héten már bejelentésre kerül az első külföldi képregényes is, illetve nagyon fontos azt is kihangsúlyozni, hogy külföldi cosplayerekből is nagyon híres cosplayereket fogunk elhozni, jövőlük is kettőt már jövő héten bejelentünk. Meg is előztél ezzel a kérdéssel, mert igazán ugye ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye a cosplayes részen, a cosplay, külföldi cosplayesek nagy nevek várhatóak-e a színészek és ugye a képregényrajzolók mellett? Várhatók, igen, és ugyanakkor azt is fontos kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos a magyar cosplay társadalom, és ugye ezt a rendezvény egy kicsit jobban helyet tud nekik akkor ezek szerint biztosítani. De jobban így van, így majd van, talán ez eddig legnagyobb magyar pénzdíjas versenyt és egy 2000 euró összdíjazású versenyt hirdetünk meg a magyar cosplayereknek, és igyekszünk egy olyan nívós versenyt összehozni, nem titok, hogy a ti közreműködésetekkel, ami egyedülálló és amilyen talán még soha nem volt. Ugyanis azért nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy jó, hogy jönnek külföldi cosplayerek, de ezek a srácok azért napi szinten nagyon kemény munkát tesznek bele, hogy úgy nézzenek ki a jelmezeik, vagy úgy nézzenek ki ők maguk, ahogyan kinéznek. Ja, tehát igazándiból ugye akkor kicsit csak így megsúgtad, akkor egy picit így kiemelem akkor, hogy tehát maga a versenynek, tehát a cosplay versenydíjazás azért 2000 euró összességében, azért ez azért több mint 600 ezer forint így összességében, ami így díjazásban egy nem kis kategória. És hát igazából a mi csapatunk is igyekszik majd megtenni mindent, hogy veletek együtt közreműködve ezt a versenyt, ezt minél jobban összehozzuk majd. És azon esetleg gondolkodtatok-e már, hogy ugye itt lesznek ezek a színészek, hogy lesznek-e VIP jegyek, ezek hogyan kötődnek majd a színészekhez, esetleg a dedikálások hogyan fognak menni, vagy ez még kidolgozás alatt van? Nem, ez sem titok, ugye azért aki egy kicsit is ismeri a külföldi konok világát, az tudja, hogy ez úgy működik, hogy vannak upgrade jegyek, tehát lehet vásárolni fotós és dedikáló jegyet a színészekhez. Ez nyilván a színésztől függ, hogy ez milyen árban lesz, de mi nem szeretnénk azért elszállt árakat és megfizethető árakat szeretnénk reprezentálni. De az előadások minden színészhez ingyenesek lesznek, tehát ott egy ilyen elég komoly előadó térrel készülünk, és lehet őket faggatni nyilván az éppen aktuális futó sorozatokról, vagy múltbéli sztorikról, úgyhogy egy elég jó tartalmas beszélgetéseket szeretnénk mindkét napra. És esetleg a kiállítókon gondolkodtatok-e, mert ugye megszokhattuk a Play IT Show-n is, hogy ugye vannak szinte állandó kiállítók, akik hozzájárulnak a rendezvénynek a látványvilágához. Hazai csapatokkal fogtok itt is együttműködni, vagy esetleg itt is várhatóak esetleg külföldi kiállítók? Igyekszünk külföldi kiállítókat is behozni. Azt kell látni, hogy a bejelentés óta gyakorlatilag hihetetlen nagy érdeklődés van a Budapest Comic Con iránt. Külföldről is kapjuk folyamatosan nyilván az e-maileket és a messenger üzeneteket. Megmondom őszintén, hogy még egy részét föl sem dolgoztuk, mert hirtelen annyi érkezett be. Nyilván ez egy nagyon nagy szó és nagyon nagy felelősség is egyben, ezt szeretem kihangsúlyozni, hogy azért az, hogy mi a Budapest Comic Con nevet kiírtuk gyakorlatilag, ez nem azt jelenti, hogy valami bóvli kategóriát szeretnénk, hanem tisztább vagyunk azzal a felelősséggel, ami ránk hárul, mind a látogatók és mind a piaci szereplők irányából. Tehát egyrészt ugye Budapestet képviseljük, Magyarországot képviseljük, másrészt pedig ugye ez egy nemzetközi rendezvény lesz, tehát bárki, aki bejön, akár magyar látogat, akár külföldi, nem szeretném, hogyha egy csalódással vagy egy rossz képpel távozna a rendezvényről. És akkor még egy utolsó kérdésem lenne, ami egy kicsit talán
nehezebben megválaszolható kérdés, hogy ugye ez egy első Budapest Comic Con lesz, hogy már gondolkodtok-e a folytatáson, vagy először meglátjátok, hogy ez hogyan sikerül ez a rendezvény, vagy mindenképpen már most tudjátok, hogy ez egy állandó név lesz? Hát ez nem volt egy nehéz kérdés. Mi sosem vágunk bele olyanba, a Max nem szervez olyan rendezvényt, amiből csak egy lenne, tehát mi nem szerencsevadászok vagyunk, hogy vagy sikerül, vagy nem. El szoktam mesélni, szoktam egyetemeken, főiskolákon előadást tartani, és ott mindig elmondom, hogy az első Play-t például 500 000 veszteséggel zárult. Most nyilván akkor nekünk az nagy pénz volt, mert kezdő cég voltunk, de hogyha akkor abba hagytuk volna, akkor nyilván nem tartani itt a rendezvény, hogy most 5 külföldi országgal tárgyalunk a franchise-ról. Tehát úgy vagyok vele, hogy mindenképpen mindent bele fogunk adni ebbe az első Budapest Comic-Conba. És mondom, a fogadtatás azt mutatja, hogy erre igény van. Van igény egy igényes rendezvényre itthon Magyarországon. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy akár, hogyha 20 évben vagyok ide a Fantasy Expo-ra, akkor is meg tudom mondani, azt neked 21. is lesz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél és megválaszoltad a kérdéseinket, és reméljük, hogy titeket is hozzá tudtunk egy kicsit segíteni azokhoz az információkhoz, amit annyian kérdeztetek már, mert ugye a Facebookon is hatalmas érdeklődése volt ennek. Úgyhogy nagyon várjuk a rendezvényt, és nagyon-nagyon szeretnénk, ha minél többen eljönnétek, és hát együtt tennénk nagyjá végül is. Így van, mindenképpen kellettek hozzá, és nagyon köszönöm a meghívást, és további jó szórakozást kívánok ezen a csodálatos rendezvényen.